Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Köszöntöm nézőinket, Göntér Eszter vagyok. Mai műsorunkban is érdekes témákkal készültünk, vételkörzetünk színes kínálatából válogattunk. Ez itt a Zóna magazin, és mutatjuk is már a kínálatunkat. Körültekintő. Veszélyben van-e a jövőnk? Házasság hete. Udvardi Györgyiesek üzenete. Festőművészek. Kreatív alkotások Szigliget terein. Iskolapad. Szalagavató a tapolcai Batsányi gimnazistáknál. A Balaton felvidék Sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Veszélyben van-e a jövőnk? Ez a mindannyiunkat érintő kérdés szerepelt az Ajkán rendezett fórum címében. A kérdésre Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő érkezett válaszokkal, melynek nyomán érdekes előadás részesei lehettek a jelenlévők. Az előadás előtt kérdeztük Navracsics Tibor képviselőjelöltet a téma aktualitásával kapcsolatban. Ha az ember bekapcsolja a rádiót, megnézi az interneten a híreket, vagy újságot olvas, akkor láthatja, hogy számtalan kihívás van itt a térségünkben. Az orosz-ukrán válságtól kezdve, a boszniai válságon keresztül, a migráns válságig, ezernyi olyan kérdés, amellyel kapcsolatban nagyon sokféle információt kaphat az ember, és nem biztos, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy melyik milyen súlyú, kinek van igaza. Nógrádi György egy olyan nemzetközi hírnek örvendő egyetemi tanár, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a nap 24 órájában, azt is mondhatjuk. És talán egy kicsit több információt, de mindenképpen pártatlanabb információt tud adni az érdeklődő ajkaiaknak. Az a címe az előadásának, hogy veszélyben a jövőnk, kérdőjellel, Nógrádi úr előadásának. Az ön véleménye szerint melyik a legfontosabb veszélyes tényező, veszélytényező? Hát talán az európai társadalmak átalakulása, és erre is utal ez a cím, hiszen a nagyfokú bevándorlás révén, az európai országok közötti surlódások és konfliktusok révén talán sok minden úgy alakul már, ami az eddig megszokott életformánk felhagyására ösztönözni esetleg az embereket, és az a jövőnk felélését jelenteni. Úgyhogy én abban bízom, hogy professzor úr pontosan azokat a kérdéseket veszi sorba, amelyek veszélyeztethetik a közös európai jövőnket. Szeretném elmondani az amerikai koncepciókat, az kínai és orosz koncepciókat, és végül az Európai Uniót. Európai Unió nem globális játékos, úgy csinálunk, mintha azok lennénk, és ezen belül, hogy mik a magyar nemzeti érdekek, és néhány válságócot bemutatni, ilyen az orosz-ukrán helyzet, ilyen Afganisztán.
Az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatban azt gondolom, hogy sokunkban ott van a félelem, hogy lesz-e háborús helyzet. Önnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Óriási valószínűséggel nem. Jelenleg néhány nyugati ország abban érdekelt, hogy a konfliktus Európában nőjön. Ezzel az Egyesült Államok előnye növekedne. Gyakorlatilag az USA politikáját támogatják a skandinávok. A három balti állam, a lengyelek és a britek, az összes többi ország abból indul ki, hogy nem szabad, hogy ilyen veszély legyen. Orbán Viktor elment Moszkvába, 95%-ban végigolvastam a nemzetközi sajtót, pozitív volt a visszhang. Most már elment Moszkvába Macron, néhány napon belül megy a német kancellár, és Európa elkezdett végre saját lábán állni. Ez mit jelent, hogy elkezd a saját lábán állni? Mennyire fontos tényező ebben Oroszország? Oroszország nélkül nincs európai biztonság, mondta két napja a német kancellár, egyetértek vele. Ez azt jelenti, hogy Oroszországgal ki kell egyezni. Nyilvánvaló kiegyezés kérdése ott lévő orosz csapatok státusza, az orosz-bielorusz hadgyakorlat vége utáni helyzet, a Donbász kérdése és a Krím. Nyilvánvaló, hogy Putyin az orosz álláspontot képviseli, de jó néhányszor elmondta a sajton kívül, hogy két esetben lehet háború, ha az ukránok bemennek a Donbászba, nem mennek be, vagy ha Ukrajnát fölveszik a NATO-ba. Mivel ez egy 8 éves projekt, ennek ma realitása nincs. Ukrajnával kapcsolatban ugye felmerül a kérdés a kárpátaljai vonatkozásban, a magyar nemzet sorsa is. Egyet értek. Sajnos a ukránok olyan intézkedéseket hoztak, amivel az ott élő magyarok helyzetét nehezítik. Meglévő jogokat elvettek, de látni kell, hogy Kárpátalján a magyarok aránya 8-12%. Merre tart Európa, az Európai Unió? A válasz az, hogy Európát 6 országra hozták létre 57-ben a római szerződéssel. A jelenlegi helyzet a Brexit után 27 állam nagyon kezelhetetlen, mások a célok. Itt a lényeg az, hogy megtaláljuk a közös pontokat. Az Európai Néppárt sajnos elveszítette azt a pozitív töltetét, ami évtizedeken keresztül volt, új helyzet van, és a tagállamoknak az új helyzetre kell fölkészülnie, hogy Európa keresi a helyét. Ha visszatérünk az eredeti kérdésre, illetve az előadásnak a címe, akkor az ön véleménye szerint mi a legfontosabb tényező, ami miatt a jövőnk, gyermekeink jövője veszélyben van? A migráció, a Covid és az Európán belüli feszültségek jelenleg elsőjén az orosz-ukrán, de hát rengeteg feszültség van sajnos a Balkánon is. Migrációval kapcsolatban tartanunk kell-e attól, hogy ugye, hogyha a jövőre tekintünk, évtizedek múlva jelentősen változik a társadalom összetétele? A válasz az, hogyha a nyugat-európai országok nem tudják a határaikat védeni, akkor igen. Jelenleg ott tartunk, hogy már 12 német nagyvárosban 2 év múlva, 6 év alatti gyerekeknél migráns többség lesz. Mindegyik európai ország azt mondja, hogy neki minősített, tehát fiatal, tehetséges, nyelvet beszélő, diplomás migráns kell, nem ez jön be. Egyre több európai ország azt mondja, hogy kiutasítja őket, de erre a gyakorlatban nem került sor. Mi a véleménye a maihoz hasonló alkalmakon? Mennyire érdeklődnek az emberek, és mi az, ami elsősorban érdekli őket az ön vonatkozásában? Hát, mivel a bőrükről van szó, mindenkit érdekel a gazdasági helyzet, az európai biztonság, a világba betöltött helyzet és természetesen a migráció. Ezekről a kérdésekről is megosztotta még részletesebben véleményét Nógrádi György. Zsúfolásig megtelt a Nagy László Művelődési Központ helyisége, sokan voltak kíváncsiak a nagy tapasztalatokkal bíró, elemzésekben, következtetésekben jártas szakember előadására. Engem a orosz-ukrán háború, esetleges háború érdekelne fontosan jelen pillanatban, mert ha kitör egy esetleg egy harmadik világháború, hát ez senki számára jó jövőt nem jósol. Akkor ön úgy értékeli, hogy szükség van az ilyen jellegű programokra? Igen, igen. Sűrűbben kellene lennie. Legalábbis itt Ajkán, mert itt évenként van egy ilyen program. Veszélyben a jövőnk, ez lesz az előadásnak a címe. Önnek ezzel kapcsolatosan mi jut elsőként eszébe? Mi az, ami veszélyben van? Az unokáim. Az unokáim. A jövő nemzedéke. Veszélyben vagyunk, igen. Nagyon. Én nagyon egyetértek a kormánynak ezzel a politikájával, hogy kerítést húzott, ugye, és hogy nem engedjük be őket. Na most itt nyugat ránk akarja kényszeríteni, ezt nem szabad hagyni. Ha kell, még én is megvédem személy szerint az országunkat. A televízióból is ismert személyiséget Navracsics Tibor képviselőjelölt ajánlotta a közönségnek.
Nógrádi György előadása elején szívesen osztotta meg a jelenlévőkkel szokásos nyíltságával és humorával gondolatait saját életútjával kapcsolatban. Néhány szót hagyszoljak, és utána megtartom az előadást. Egy, bárki bármit kérdezhet, én boldogan válaszolokat tudok. Kettő, én elvégeztem a közgáz nemzetközi szakát 72-ben, németül szakos voltam, oroszul szinkron tolmácsoltam. Németül körülbelül úgy tudok, mint magyarul. Felnőtt fejjel letettem az angol nyelvvizsgát, és már 40 nyáron voltam Jugóba. Ő szerintük jó beszélek szerb-horvátul, szerintem pocsékul, de van annyira pofátlanság bennem, hogy ha kell, akkor beszélek. Az egyetem után egy évre rá doktoráltam, hogy mondjam el, hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt. Apám odajött hozzám, nagyon szerettem apámat, és azt mondta, hogy a Belker tanszéken es, 5000-é megírja a doktorimat. Na, 5000-é, én is megírom a doktorimat. Berohantam az egyetemre, hogy doktorálni szeretnék, mondták, hogy lehetetlen, 4 nap múlva van a leadási határidő. Mondtam, hogy nem baj, otthon készen van. 2 nap alatt megírtam a doktorit, 1 nap alatt dupla pénzébe kötötték, és leadtam és megvédtem. Apám nagyon korrekt volt, odaadta az 5000-et. Megkérdezte, hogy mi a következő kandidátusi. Jó, azt mondja, hányszor nehezebb? 3-szor, 15. Jó, berohantam az akadémiára, hogy engem baromra fűtött vágy, hogy kandidáljak. Páros lábbal rúgtak, hogy 27 év alatt nem lehet. Na jó, elvégeztem a töri szakot, 74-ben a doktori megvolt, utána elvégeztem a kandidátusig, 90-es években letettem a professzorét, közben tanultam a NATO legmagasabb iskolájába, bárhol voltam a világon, jól éreztem magam, és a világ döntő részét bejártam. 10 évvel ezelőtt abba hagytam az idegenvezetést, nagyon hiányzik. 20 éveken át arról álmodtam, hogy veszek egy házat lent a horvát tengerparton, pénzem meg volt rá. A horvát külügyminiszter a barátom, ő mindig mondta, hogy vegyek, ő garantál mindent. Én nem mertem, mert a horvát rendszer egy picit nekem olyan furcsának tűnt. Jó szívvel ajánlotta köteteit is az előadó mindazoknak, akik kíváncsiak a gondolataira, s aztán igyekezett választ adni többféle megközelítésben, részletes kifejtésekkel, a riportumban vázolt főbb témákban a címbeli kérdésre, veszélyben van-e a jövőnk. Közel 2 évtizede Angliából indult a házasság hetének kezdeményezése, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét hazánkban 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és a civil szervezetek széles körű összefogásával. Most Udvardi György érsek üzenetét követhetik nézőink a rendezvénysorozat megnyitása alkalmából. Nagy örömmel, szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Főegyházmegyénk papságát, híveit, és ezen alkalomból hadd köszöntsem különösen is kiemelt módon az Egyházmegyénk családjait. A házasság hetének megünneplésére készülünk. Évről évre visszatérő alkalom, és örömmel kapcsolódunk be mindannyian, az Egyházmegyéből is, a papság is, ennek az Istentől akart közösségnek az ünneplésébe. Ünneplésről van szó, hiszen a Jóisten megajándékoz bennünket emberi létünkkel, megajándékoz bennünket isteni képmásiságunkkal, ami férfi és a nő mi voltában jelenik meg, és egymásnak teremti a férfit és a nőt a Jóisten. A megváltásban ez a kapcsolat kegyelmi kapcsolatot is jelent, olyan kapcsolatot, ahol az egyház és Krisztusnak a kapcsolata mutatkozik meg, és így a férfi és a nő kapcsolata az üdvösség teremtő, életet adó, éltető kapcsolattá formálódik. Szükség van-e ünnepelni ezt az Istentől akart közösséget? Úgy gondolom, igen. Önmagában az adomány miatt is, az ajándék miatt is. Szükséges ünnepelni a családok miatt is, hiszen
egymás szeretetében, egymás szolgálatában, egymásért vállalt áldozatban az Isten irgalma, Isten jósága, az Isten éltető szeretete mutatkozik meg. És szükséges ünnepelnünk a családot azért is, mert a társadalomban betöltött szerepe is megkívánja, hiszen mind a gyermekvállalás, a gyermeknevelés, mind az idősekről való gondoskodás, a több generációs családnak az éltetése, még akkor is, hogyha ez megváltozott az elmúlt évtizedekben, megkívánja ezt a fajta tiszteletet, és megkívánja a tiszteletet és az ünneplést azért is, mert a családjaink hordozzák a jövőt, nem csak az egyén élet, hanem a társadalom, az egyház számára is. Az idei esztendőnek a vezér motívuma, mondata, maradjunk együtt. Ez nyilvánvalóan nem pusztán egy szándéknak a kifejezése, nem annak a megjelenítése, ha lehet, tegyük ezt meg. Nem opcióként jelenik meg, hanem sokkal inkább úgy, mint egy olyan ajándék, olyan isteni meghívás, amiért napról napra tenni kell. Például most úgy, ebben a hétben, hogy ünnepeljük ezt az Istentől akart kegyelmi közösséget. Az ünnepet nem zavarhatja meg az sem, hogy pontosan tudjuk, reálisan látjuk, nagyon sok olyan erő is megjelenik, vagy éppen fegyvereit készíti, amelyek éppen a családot, éppen a férfi-nő kapcsolatát, éppen a szülő-gyermek viszonyt, vagy éppen az ember identitását kívánják kikezdeni, vagy éppen meggyengíteni. Az ünneplésben erőt szeretnénk meríteni ahhoz, hogy bátran vállaljuk Istentől adott mi voltunkat, identitásunkat, és ebben az ünnepben szeretnénk felvértezni önmagunkat arra is, hogy küzdeni akarunk az istenien jóért, a családért. Hiszen maradjunk együtt, az emberi erőfeszítésen túl Istennek az ajándékát is jelenti. Kívánom mindenkinek, hogy ezekben a programokban, ebben az időben nagy örömmel ünnepeljük azt, akik vagyunk, amit Istentől ajándékul kaptunk, és bátor bizalommal, de felvértezve tekintsünk a jövőbe. Áldott ünneplést kívánok mindenkinek! Érezzük, hogy közel van a tavasz, jobban figyelünk a madarainkra is. Tudták, hogy idén az év madara a zöld küllő lett? Egy szajkó termetű kis élőlény, szárny fesztávja a fél métert is elérheti. Nevét felső testéről kapta, amely zöld, különösen feltűnő farkcsikja pedig sárgászöld. A zöld küllő hangja jellegzetes, különösen repülés közben hallható, klü-klü-klü. Állandó madarunk. A párok alapvetően egész évben a nyugalmi időszakban is életterükben maradnak. Vigyázzunk rájuk! Thank you.
két festőművészként végzett fiatal hölgyet ismerhetnek meg nézőink a következő összeállításunkban. Feltett szándékuk, hogy tehetségüket kamatoztatják Szigligeten, ahol élnek. Ők színezték ki az óvoda kerítését, néhány helyen kreatív madáretetők díszelegnek munkájuk által, sőt, kültéri könyvespolcot is festettek. Ötleteik kifogyhatatlanok. Ismerjék meg őket! Szigliget utcáin sétálva játékos, színes egyediségeket is megpillanthatunk. A település polgármestere szívesen engedt teret az egyéni elképzeléseknek, a művészi megközelítéseknek. Szigliget település mindig is híres volt arról, hogy itt költők, írók, művészek megtalálták a helyüket, a számításukat, az alkotó terüket, és hál' Istennek vannak itt olyan helyi fiatalok, akik szintén komoly művészeti vénával rendelkeznek. Például ők a Kreatím két tagja, Remsei Enikő és Gergely Ramona, akikkel nagyon jól együtt tudunk működni, és az utóbbi időben több olyan önkormányzati megbízásból, illetve az ő saját ötletükből megvalósuló kisebb-nagyobb fejlesztést elvégeztek a településen, ami úgy gondolom, hogy a település színesítéséhez, képének a formálása mindenképpen hozzájárul. Például aktív részük volt az óvodakerítés felújításában, tehát a tervezésben, illetve például a léceknek a festését ők végezték, és tényleg emellett olyan kisebb dolgokat, kisebb fejlesztéseket valósítottak meg, és majd a jövőre vonatkozólag is vannak velük terveink, amik tényleg ahhoz járulnak hozzá, egy Szigliget egy barátságosabb, egy szebb, egy színesebb képet tud mutatni magáról. A fiatalok számára ez az önkifejezés egyik eszköze is, tudtuk meg tőlük. Céljuk, hogy színesebbé, szebbé, modernebbé változtassák környezetüket. Hogyan alakult ki az együttműködés az önkormányzat és köztetek? 2019-ben alakult Balassa Balázs polgármesterrel, és arra kért fel minket, hogy öltöztessük fel a falut, színesítsük a környezetet, a kültéri megjelenést. És melyek azok a munkák, amelyek már a ti nevetekhez fűződnek? Például ez a színes terúzakerítés, ez az óvoda részét képezi. A strandon is rengeteg munkánk van, ezek a kis madáretetőink. Egy könyvespolcot is festettünk a kültérben. Bagoly szobrokat fontunk fűzfavesszőből. Hát mi alapvetően festőművészként végeztünk Kaposváron, a művészeti karon, és hát ezen belül szerteágazó a tevékenységünk, mert fúrunk, faragunk, csiszolunk, vágunk, kreatívkodunk, fonunk, mindenféle anyagra nyitottak vagyunk. És milyen érzés elsétálni nap mint nap például itt az óvoda kerítés előtt? Nagyon szuper, tényleg, csodálatos érzés. Színes ceruzák sorakoznak, és vége láthatatlanul hosszúnak tűnik a sor. Lehetne sima fakerítés, de biztosan egészen más hangulatot hordozna. Az ötlet a kreatív fiataloktól származik, s ehhez igyekeztek pályázatot találni. Mi már a levágott, a lecsiszolt, a készre elkészített léceket kaptuk. Mi kevertük ki sajátosan a színeket, mindenről egyeztettünk a polgármesterrel, tehát minden ilyen közös megbeszélésen alapult, és aztán sorozatban festettük, és sosem fogytak el, de aztán egyszer végül tényleg elfogytak. Ha kicsit távolabbra sétálunk az óvodától, egy különleges könyvespolcot találunk az út mentén. Ennek is története van. Azért is áll egyébként közelebb a szívünkhöz, mint mondhatom, hogy bármelyik másik munka, amit eddig készítettünk, mert azért jóval nagyobb festészeti hozzáértést igényelt, mint mondjuk ezek a kerítéslécek, meg ezeknek való lefestése. Úgyhogy, és mostan az elkövetkezendő időszakban szerencsére ebben a témában egy ilyen kicsit festősebb irányvonalban fogunk dolgozni. Több ilyen erre irányuló megbízásunk is van így a jövőben, aminek nagyon örülünk. És mit jelent fiatal festőművészként ilyen jellegű dolgokkal foglalkozni?
Hát mondhatom, hogy rendkívül szerencsésnek érezzük magunkat, mert azért a mai világban kevesen mondhatják el magukról azt, hogy ebben a tevékenységi körben alkothatnak, hogy ebből pénzt és megélhetést tudtak kreálni, úgyhogy nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, és köszönettel tartozunk az önkormányzatnak is, hogy ezt így biztosítja nekünk, ezt a lehetőséget, hogy tényleg sokan, nagyon sokan láthassák a munkáinkat, hogy fotózhatják, és ez egyébként egy nagyon jó érzés. Téged milyen kapcsolat fűz Szigligethez? Hát itt születtem Tapolcán, világéletemben Szigligeten éltem, ide jártam nem messze középiskolába, Keszthelyre, és aztán a Kaposvári Egyetemre kerültem el, akkor töltöttem egy kicsit több időt Szigligeten kívül, bár Pesten is laktam, de hogy nagyon, kicsit elfogultsággal is gondolok erre a helyre, nagyon a szívem csücske minden tekintetben, úgyhogy ilyen szempontból különösen jó érzés, hogy hozzájárulhatok a színesítéséhez. A Tapolcai Batthyány János Gimnázium két végzős osztályának diákjai vehettek részt a szalagavatón. Megtörtént a szalagok kitűzése, és a keringő sem maradhatott el. Nem kerülhetett sor azonban a pandémia előtt hagyományosan megrendezett bálra. Az este emlékezetes élmény marad a végzősöknek és szüleiknek ebben a formában is. A szalagavatók hagyománya majdnem 200 éves múltra tekint vissza. A feljegyzések szerint az 1830-as években rendezték az elsőt. Azonban az időkben még az volt a neve, hogy valétálás, amely latin eredetű szóból ered, annyit jelent, hogy éljetek boldogul. Alapvetően a szokások nem sokat változtak azóta sem. A szalag az iskolához tartozás, az identitás jelképe, melyet a végzős diákok szíve fölé tűznek fel. Ez történt a múlt hét végén Tapolcán is. A pandémia idején nem volt könnyű feladat a szervezés, vallja a gimnázium igazgatónője. Munkatervünk szerint február 5-én tartottuk volna a szalagavató ünnepséget és az azt követő bált, majd pedig az 5. hullámra való tekintettel, várható tetőzésre való tekintettel március 12-ére helyeztük át, és az időközben bejelentett, majd február 15-éről május 1-ére tolt oltottsági igazolványok érvényessége miatt a szülők kérésére és diákok kérésére, végül is egy február 15-e előtti, február 11-i eseményre került sor. Nem ilyen feltételek között terveztük az ünnepségnek és a bálnak a szervezését, hanem a hagyományos, klasszikus körülmények között, amikor a városi sportgálát követő eseményként szervezhetjük a szalagavatót, vacsorával folytathatjuk az eseményt, és azt követően egy bállal koronázhatjuk meg a napot. Ezek az elemek mindenképpen hiányoztak a múlt pénteki eseményből, de azt gondolom, hogy lehetőségük volt szülőknek, ismerősöknek, és elsődlegesen diákoknak megélni azt a pillanatot, ami a középiskolai gimnáziumi pályafutásuknak rendkívül fontos állomása. Két végzős osztály 54 diákja vett részt a szalagavatón, valamennyien emelt szintű angol nyelvi képzésben részesülnek. Szép eredményekkel gazdagították az iskolát, és alapozták meg ezzel egyéni továbbhaladásukat. Ez az este azonban az ünneplésé volt. Isten tenyerén égettem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legyélte, kanyagos volt, hogy beláttam kelljen a napot, sugaraiban álmosan gondosodott. Láttam az utcán gyermekét ragyog, sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Köszöntötték a végzősöket az alsóbb éves diáktársak, a gimnázium igazgatónője és a város polgármestere. Majd pedig következett a legjobban várt pillanat, a szalagok feltűzése. Nagy előkészület, hosszú próbaidőszak zajlott a hagyományos keringővel kapcsolatban. Hófehér báli ruhába öltöztek a lányok, a fiúk elegáns öltönybe. Fiatalságuk nagy fellépését jeleníti meg a keringő, mely a legrégebbi hagyomány utásos tánc. A gyorsan folyó, temperamentumos, szárnyaló, lendületes lépések, siklások közepette lassan tova tűnnek a gimnáziumi évek, és észrevétlenül áttáncolnak a diákok a felnőtté válás folyamatába. Ezt örömmel követték a lelátón helyet foglaló szülők, nagyszülők, testvérek, akik tanúi voltak ezeknek a felemelő pillanatoknak. Don't you break it, let your arms be placed. She feels safe and she's the best thing that you'll ever have. She always has trouble falling asleep, and she likes to cuddle while under the sheets. She loves pop songs and dancing and bad trash TV. There's still a few other things. She loves love notes and babies, and likes giving gifts. Has a hard time accepting a good compliment. And she loves her whole family and all of her friends. So if you're the one she lets in, take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her on days when it feels like the whole world might cave in. Stand side by side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her. Thank you.
Az ünnepélyes szalagavató után folytatódnak az iskolai programok. Nyelvi képzésekben azt gondolom, hogy rendkívül jók vagyunk, ezt alá is támasztják az eredményeink, hiszen az előző tanévnek tanévvégi adatai alapján elmondható, hogy 78 felsőfokú és középfokú C-típusú nyelvvizsga született az intézmény falain belül, illetve az itt történő felkészítő munka eredményeként, és ebből a 78-ból 10 felsőfokú C-típusú nyelvvizsga. Én úgy gondolom, hogy a nyelvtudás az alapvetően, és a nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolható nyelvtudás, az önmagában értéket jelent, gondoljunk itt a továbbtanulásra és a diplomához jutás feltételére, vagy alapvetően arra, hogy uniós tagállamként kell, hogy idegen nyelven tudjanak kommunikálni a jövő felnőttjei. Most lett vége nemrégiben az első fél évnek. Összességében milyen eredményt értek el a gimnázium diákjai? Szinte hajszára pontosan ugyanazt a tanulmányi átlagot produkálták diákjaink, mint tavaly. Tavaly az iskolai átlagunk 3,95% volt, az idén 3,94%. Ebből fakadóan azt is mondhatom, hogy a tavaly digitális oktatásban töltött első fél év során, nem teljesen digitális oktatásban töltött első fél év során nagyjából ugyanúgy teljesítettek a diákjaink, és nagyon megnyugtató, hogy most a jelenléti oktatásban töltött első fél év során ugyanazt az eredményt produkálták. Persze van még hová javulni, hiszen tudjuk jól, hogy az évvégi eredmény a számottevő, és ezt általában tapasztaljuk is, hogy valóban évvégére jobb eredményt érnek el a diákok. Hol tartanak most a beiskolázás folyamatával? Éppen a jelentkezési lapok érkezésének idejét éljük, tehát ebből fakadóan még nem látunk számokat, de bízunk benne, hogy az elmúlt fél év, ami lehetőséget biztosított számunkra ahhoz, hogy megkeressük azokat a partner intézményeket, általános iskolákat, ahonné diákokat szoktunk felvenni, őket megcélozhattuk, megszólíthattuk, és reméljük, hogy a következő tanév beiskolázása az előző évek trendjeinek megfelelő lesz. Mennyire jellemző, hogy a városon belüli diákok jelentkeznek Önökhöz, vagy nagy a vonzás körzete a városnak ezzel együtt az iskolának is? Nagy a vonzás körzete, tehát nem csak Tapolca járásra terjed ki, egészen Keszthelyig, illetve hát Sümegig is elmegyünk, Nagybázsonyig a beiskolázás tekintetében, de van egyébként budapesti lakóhelyű diákunk is, nem is egy. Tehát manapság azért találkozunk olyannal, hogy a szülők kétlaki életet élnek, ennek következtében értelemszerűen inkább a bázisnak tekinthető lakóhelyhez közeli középiskolát választják. Igazgatónő, milyen programok várnak Önökre az elkövetkezendő időszakban? Hát programokat csak a járványhelyzet alakulásával összefüggésben tervezünk. A második fél év az elsődlegesen az érettségire való ráfordulás, a finis, a célegyenes időszaka a végzős osztályok tekintetében. 11. évfolyamon értelemszerűen még a szabadidős diák önkormányzati rendezvények megjelennek. 10. osztályban a kötelező, illetve középszintű, emeltszintű érettségire felkészítő foglalkozások választási időszaka, és hát a ballagás a következő nagy esemény, amely természetesen az egész iskola számára feladatot jelent, szép feladatot jelent. Kedves nézőink, ma ezeket a témákat kínáltuk. A folytatásra egy hetet kell várniuk. Jövő hét szerdán azonban jövünk újabb érdekességekkel. Köszönjük, hogy követik adásunkat. Kérjük, segítsenek a videó csatornánkon és a közösségi oldalunkon a megosztásokkal, hogy minél többen láthassák műsorainkat. Viszontlátásra!